95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Én nem is tudtam rólad, hogy te sokáig slamasztikában voltál. Igen, szerintem nem vagy ezzel egyedül. Szerintem az emberek 98%-a nem tudja ezt. Hát akkor most már áruld el te, hogy mi az, nem, ne én. Mert hogy alapvetően te nem csak színész vagy, hanem zenész is vagy, énekes is vagy, meg különböző hangszereken játszol, és volt egy együttesed korábban, még a Grund előtt, meg mielőtt szóló énekes lettél, és annak az volt a neve, hogy Slamasztika. De hát ne én mondjam már el, hogy hol a szó. Igen, hát csak egy, ne én dicsekedjek a nagy múltú Slamasztikával. Szóval, nem, egyébként ez egy nagyon halálosan komoly dolog volt. Az az én gimnáziumi zenekarom volt, amit Ambrus Gábor, Ambrus Zoli Isten nyugasztalja fia, ő is gitározott, mint édesapja, és ő találta ki, hogy legyen egy zenekar, és én ezt nem akartam, mert nem szerettem volna egy olyan zenekart, hogy eljátsszuk megint 71-ére, nem tudom, a Tanksapdától az egyszerű dalt, mint minden ilyen gimis zenekar, és de mondta, hogy de legyen, és azt mondtam neki, hogy egy feltétellel, hogy a saját dalokat fogunk játszani. Tehát igazából én ennek köszönhetem azt, hogy elkezdtem dalokat írni, hogyha ott Gabó barátom nem nyüstöl hónapokon keresztül, akkor most egy része az életemnek hiányozna. Hogy jött neked egyébként a zeneiség az életedbe? Mert az, hogy a színház hogy jött, vagy a színészet hogy jött, az nyilván a szüleidből kifolyólag, de a zeneiség az hogy? Egyik hozta a másikat magával? Az én életem furcsa véletlenekből tevődik össze, és slamasztikákból. és slamasztikákból, rengetegből. Nem, mindig van valami, a nagy történeteim mindig valami szerelemhez kötődnek. Egészen meglepően. És nagyon szerelmes voltam egy lányba, amikor átköltöztünk Budakalászról Pomázra. Ez egy hatalmas költözés volt az életemben, legalább 2 kilométerrel odébb költöztünk, de ott találkoztam ezzel a lányjal, aki az ottani zeneiskolába járt, a Telekivattai Művészeti Iskolába. És azért szerettem volna én is zenesulizni délutánonként, hogy ezzel a lányjal lehessek. Engem nem érdekelt a zene, semmi ilyes, hogy hangszer, nem, csak hogy ott legyek azon a szolfézs órán, ahova ő jár. És utána választani kellett egy hangszert, és anyukámmal láttuk a Bástya Sétány című előadást a Radnótiban, és ott volt egy klarinétos, és azt mondtam, az a hangszer nekem nagyon tetszik. És onnan egyébként tök egyszerű megtanulni szaxofonozni, mert hasonló a lefogások állítólag. Hát igen. De azért mégsem. Azóta egyébként fejleszted még magad ilyen szinten, mert hogy játszol különböző hangszereken, az egy dolog, de hogy egyébként szoktál még tanárhoz járni, vagy megtanultad tökéletesen, és akkor ami benne van a kezedben, nem, az nem, pont jó. De nem, azért a tökéletestől minden messze van az, amit én a zenéről tudok, és ezt szeretem is elmondani, hogy én nem vagyok zenész, tehát én tudom, hogy ki az a zenész, tudom, hogy abban mekkora munka van, hogy valaki zenész legyen. Szerencsére nagyon sok profi muzsikussal vagyok körülvéve. Én az vagyok, aki megtanult játszani egy hangszeren, és utána érdeklődik, műkedvelő, mondjuk így. De hogy gyakorlok folyamatosan. Most is valamelyik nap pont a másodikos klarinét iskolás tankönyvemet elővettem, és fújtam pár skálát. Folyamatosan ment egyébként a kettő egymás mellett az életedben, bármint a zene, meg a színészet, a színművészet, vagy volt úgy, hogy akkor mondjuk a zene kicsit kimaradt, mert ugye volt ez az együttesed, még a középiskolás a Slamasztika, aztán utána majd jött ez a bizonyos másik együttes, hogyha azt együttesnek nevezhetjük, már pedig igen, a Grund. A kettő között működött a zene, vagy inkább átfordult afelé, hogy akkor én most különböző kisebb, meg nagyobb színpadokon vagy próbálok, vagy előadok? Az első kérdésedre a válasz, abszolút párhuzamosan ment a színészet és a zene. Mindig billegett, hogy melyiket szerettem jobban, ezt is általában szerelmek döntötték el, tehát 8-ban, mikor választani kellett, hogy milyen gimibe akarok menni, akkor nagyon erősen vonzódtam a konzi felé, de azért, mert volt akkor egy szerelmem, aki klarinétos volt a Bartók konziban. Természetesen nem csak ezért, de azért a színészet erősebb volt, és ezért a drámatagozatra mentem a Vörösmartiba. És aztán ugye 4 évig ott ment a slamasztika, meg a különböző dolgok, és felvettek a színművészetire, ahol elmondták, hogy hát úgy készüljünk, hogy mostantól gyakorlatilag 0-24-ben a színészettel és az iskolával kell foglalkoznunk. Nekem rögtön az első kérdésem az volt, hogy na jó, de nekem van egy zenekarom, hogy azzal lehet-e, és azt mondta Máté Gábor,
előrelátóan is nagyon sok tapasztalattal a hangjában, hogy hát nem biztos, hogy arra lesz időd, és hát nem is lett. Egy csomó kérdés fölmerül bennem a kis életeddel kapcsolatban, és majd rámegyünk persze erre a bizonyos iskolára, pontosabban az egyetemre, de még előtte menjünk vissza egy kicsit, ugye neked a szüleid amatőr színjátszók voltak, vagy még mindig csinálják, igen, nem tudom, igen, hogy ők örültek neki, amikor te kitaláltad, hogy akkor te ebből szeretnél élni, és nem mész el orvosnak, vagy édesanyád után, nem tudom, gyógypedagógus talál, igen, vagy valami ilyesmi. Igen, igen, gyógypedagógus. Hát nagyon féltettek, valószínűleg, hát ez a szakma, ez nagyon sok sikertelenséggel jár, meg nagyon sok kudarccal, ez a velejárója, és féltettek mindezektől, de közben meg nem emlékszem olyan élményre, hogy engem bármiben is visszatartottak volna, vagy hogy azt mondták volna, hogy inkább ne. Azt mondták, hogy legyen B-terv. Nem volt. És mikor volt az a pont, vagy volt olyan pont? Nyilván volt olyan pont, amikor láttak egy előadást tőled, akár egy, nem tudom, vizsga előadást, vagy egy akármilyen, nem tudom, statisztáltál még éppen valahol, valamiben, és azt mondták, hogy na, az ott az én fiam is, nagyon büszke vagyok rá, mert végre azt csinálja, abból él, ami nekünk a hobbink. Én, ha jól emlékszem, inkább kritikusan kezeltek engem. Azt hiszem, nem sokszor tetszettem én nekik még gimnáziumban. Most egyre inkább, és most úgy kezdenek megenyhülni, és egyre több dicséretet kapok tőlük, de kritikusan kezeltek. Tehát nem volt ilyen nagy szülői elfogultság az irányomban. Vágytál volna ilyesmire egyébként, hogy egyszer anyukád vagy apukád azt mondják, hogy akkor na, ez a bizonyos szerep, most, hogy már nem tudom, vége lett az előadásnak, és leültünk valahol a színház mellett egy étteremben vacsorázni, akkor ez most... Gratulálok, ez szép volt. Hát, az a helyzet, hogy én 15-től 19 éves koromig annyira csak magammal tudtam foglalkozni, annyira hihetetlenül nem érdekelt senki, hogy ha most őszinte akarok lenni, akkor nem vágytam rá. Most például, sőt, arra se vágytam, hogy ők megnézzenek engem dolgokban. Most már viszont annál inkább. Tehát például nem tudok elképzelni úgy egy premiért, hogy a szüleim ne legyenek ott. Egyszer megtörtént, és nagyon rossz érzés volt. Nem tudtak ott lenni. Tehát minél idősebb az ember, vagy magamon ezt veszem észre, annál jobban kezdi értékelni a szüleit, és annál jó, erősebb a kötődése. És amikor nem voltak ott a premiéren, akkor úgy jöttél le a tapsrend után, hogy fogtad a homlokod, hogy most nem voltam jó. Most nem voltam, mert nem voltak itt a szüleim. Inkább sok olyan értelmetlennek éreztem. Ott ült 1100 ember, de az a kettő, akit én szerettem volna, hogy ott legyenek, azok nem voltak, és akkor úgy éreztem, hogy hát akkor most ez... Kicsit vissza az egyetemhez, ugye te azon szerencsések közé tartozol, akit elsőre fölvettek. Hogy igen, csináltad? Varázsoltál? Nem tudom. Ezt Máté Gábortól kéne megkérdezni, hogy mi az, amit látott bennem akkor, miért úgy gondolta, hogy elsőre felvesz. Hát nem, te fogalmam sincs. De azok olyan élmények, amikre így nem is nagyon emlékszik az ember. Tehát bemegy, és így megtörténik, aztán kijön, annyira izgul. Hát főleg én, aki én nagyon tudatosan mentem oda. Sokan vannak, akik csak úgy megpróbálják, mert érdekli őket ez a dolog. Én nem, én azok közé tartozom, akik, nem tudom, gimi másodiktól arra készültem, hogy színmű, csak a színmű, nem érdekelt semmi más, biológia órán a pad alatt drámákat és verseket olvasgattam. Szóval, hogy én nagyon felkészült voltam, és nagyon nagy volt a tét nekem. Na, itt ülünk egy ideje a stúdióban, belecsaptunk az egésznek a kellős közepébe, viszont a neved még nem hangzott el, most már bemutatlak. Hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban a mai Slágerkultban, itt a 95.8 Sláger FM-en Ember Márk színész és énekes, köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Én is köszönöm, üdv mindenkinek. Folytatjuk nem sokára beszélgetést már. Sláger FM. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a mai Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Ember Márk, színész és énekes. Nagyon sok mindenről beszéltünk az elmúlt közel 10 percben, többek között nagy szerelmekről, slamasztikáról, szaxofonról és klarinétról, meg szolfézs órákról, meg arról, hogy téged elsőre felvettek a Színház és Filmművészeti Egyetemre, és hogy miért, nem tudod, nem emlékszel rá, Máté Gábor látott benned valamit, és a szüleid persze büszkék rád, habár ők teljesen mással foglalkoznak.
játszanak, viszont a szabad idejükben ugye ők is játszanak, amatőr színészként tevékenykednek talán, mondjuk így. Na és akkor kicsit menjünk vissza az időben, ne olyan sokat, hogy akkor hogy kerültél be az egyetemre, hanem csak addig, hogy márciusban egyszer csak nyilván neked is egyik napról a másikra azt kellett mondani, hogy akkor én most holnap már nem megyek játszani. Meg azt mondta a színház, hogy most már ne gyere, mert elmaradnak az előadások. Te, aki az elmúlt éveket úgy töltötted, hogy különböző színházak, különböző színpadain vagy különböző monológokat mondasz, vagy dialógokban vagy benne, vagy énekelsz, hogy érintett? Először is én nekem még egy picit gyanúm, hogy ez az egész egy csak az én rémálmom, mert én a következőképpen szembesülök a koronavírus és a különböző intézkedésekkel. Március 11 Nagy Gatsby előadásom lesz a Vix Színházban, de még csak olyan 3 óra van, hamarabb érek be a színházba, és lefekszem az öltözőmbe aludni. És alszom az öltözőmben, ez nem olyan ritka dolog, de kopog egyszer csak az öltöztető, és felkelt engem, és azt mondja, hogy menjek haza. És mondom, miért? Azt mondja, mert ma már nem lesz előadás. Hogy bejelentették, hogy be kell zárni mindent. És én egy picit még reménykedem abban, hogy csak az álmomban keltem föl egyszer, és most lesz még egy felkelés. Természetesen tudom, hogy ez sajnos nem igaz. Sokszor próbáltam újra és újra felkelni ebből az álomból, de nem, ez a valóság. Én akkor azt hittem, hogy ez 1-2 hét és vége. Én nem gondoltam rá, hogy ez tovább fog tartani. És akkor jöttek így, hogy nem, majd még ez egész évad, mondom, nincs, micsoda, de még a következő évadon ne vicceljetek már. Hát ez egy katasztrófa film, de hogy is, hát ez a valóság, ilyen nem történhet. Most itt vagyunk, itt az ősz, és gyakorlatilag egy olyan évadot kezdtek el a színházak, amiben minden kiszámíthatatlan. Kiszámíthatatlan az egyik napról a másikra következő előadás is, és mindenki reménykedik, hogy minél többet tudjunk megtartani, és minél kevesebb szer kelljen leállni különböző intézkedések miatt. Hazamentél ott akkor, amikor elmaradt a Nagy Gatsby, és akkor gondolom az első hetet azzal töltötted, hogy akkor pihentél. Megpróbáltad kipihenni az elmúlt, nem tudom, pár évnek azt a sok-sok hajtását, az, hogy estéről estére te ott vagy a különböző színpadokon. Aztán utána nyilván el kellett kezdeni csinálni valamit. Mivel töltötted azt az időszakot? Hamar csatlakoztam egy Maradj Otthon kampányhoz, aminek a kereteiben mindenki olyan dolgokkal ösztönözte az embereket, hogy maradjanak otthon, amivel tudta. Én dalt írtam, felolvasásokat tartottam ilyen online, felolvastam egy egész könyvet. Szóval, hogy kerestem azokat a platformokat, ahol az ember mégiscsak hasznos tud lenni. Ezzel együtt persze, hogy maradj otthon, és benne voltál ilyen kezdeményezésekben, nyilván neked is voltak mélypontok, amikor vagy saját magadat kellett kirángatni belőle, hogy most már nem bírod otthon tovább, vagy most nem tudom, már a saját magad idegeidre mész, vagy volt valaki, aki segített neked ebben, hogyha voltak ilyenek? Mi együtt lakunk a párommal, és hamar kitaláltuk, hogy legyen egy rendszer az életünkben, mert az segíteni fog a káoszban, amihez tudjuk magunkat tartani. Minden reggel edzettünk, tehát be volt osztva, hogy most ekkor edzünk, ekkor főzünk, ilyenkor van olyan idő, amikor mindenki elvonulhat a lakás egyik sarkába a másikba, és akkor ez egy én idő legyen. Megbeszéltük, hogy milyen gyakran tartunk ilyen azért egészségügyi sétákat odalent, tényleg nagyon próbáltunk nagyon keveset kimozdulni. Szóval, hogy mi ketten ennek a rendszernek köszönhetően tudtunk valami normális életet fenntartani. Volt rendszer az életetekben, volt edzés, volt főzés, és nyilván volt egy pont, amikor elkezdett hiányozni a színpad, amikor azt mondtad, hogy most már szeretném föltenni a lábamot egy csizmában, vagy nem tudom, egy akármilyen jelmezben, szóval, hogy szeretnék bemenni a színpadra és eljátszani valamit. A karantén kezdete után mennyi idő kellett, hogy elteljen ahhoz, hogy ezt érezd? Én azt hiszem, hogy a szerencsések közé tartozom ilyen szempontból is, mert én elég hamar, amint lehetett, el tudtam kezdeni próbálni. Puskás musicalt már elkezdtük július elején,
és ezért az még pont belecsúszott abba a körülbelül másfél-két-három hónapos szünetbe, amit egy színház egyébként meg szokott tartani nyáron. Tehát, hogy nem ilyen hamar kezdi el, hanem júniusban, és akkor az tart szeptember elejéig, de hogy nekem még kb. Pont annyi idő volt ez a leállás, amennyihez a szervezetem hozzászokott. Szóval, hogy ez szerencsésen ütemeződött az én életemben. Hát csak kicsivel korábban kezdődött az a bizonyos, igen, mondjuk, hogy 3 hónap, tehát, hogy nyilván úgy gondolsz rá, hogy akkor a nyári szünet az korábban megtörtént, igen, és akkor utána mentél. Igen. És akkor utána, amikor vége lett ennek az egésznek, pontosabban elkezdtek lazulni a szabályok, mármint a karantén szabályok, és akkor utána vissza lehetett már menni a színházba, vagy csörgött a telefon, hogy akkor már kellene jönni, felújító próba, vagy nem tudom, olvasó, vagy bármi. Akkor volt benned kis félsz, amikor visszamentél a színházba, hogy már nagyon rég nem voltál itt, és vajon milyen lesz? Felülírja ezeket a gondolatokat a bizonytalanság. Tehát, hogy inkább az foglalkoztatott akkor is, hogy most feloldódott a dolog, de már nem hittem abban, hogy ez így marad, mert mondták, hogy ez még súlyosabb lesz. Attól féltem, hogy melyik nap fog ez, tehát melyik nap történik majd meg, amikor újra elkezdenek nőni az esetszámok. Tehát, hogy mindenfajta gondolatomat az kötötte és köti le a mai napig, hogy mi történik holnap, vagy mi történik 2 óra múlva. Gyakorlatilag olyan szinten információfüggő lettem. Egyébként ezt tapasztalom, hogy tehát ennyire nem voltam az, hogy most folyamatosan 10 percenként megnézem, hogy van-e valami új hír, amiről abszolút le kell majd szokni. Tehát változnia kell ennek, mert ez így nem normális. Tehát múlt az idő, és akkor vége lett a karanténnak. Most 2020-at írunk, amióta te bekerültél a Színház és Filmművészeti Egyetemre, ugye hát a Vígszínházhoz kötött téged az életed. És akkor most úgy alakult, hogy ebben az évben, 2020-ban, hát egy kisebb váltással 3-4-5 utcányival arrébb mentél. Igen, átszerződtem a Thália Színházhoz. Miért? Mert hogy egyébként a Vígszínházban neked tök jó dolgod volt, nagyon jó szerepeket kaptál, számítottak rád. Abszolút. Nagyon hálás is vagyok mindenért, amit én megélhettem a Vígben, meg hogy én ott felnőhettem. Sőt, valójában a Thália Színházba való szerződésem volt az első komoly, önálló felnőtt döntésem, mert eddig mindig sodródtam. Gimiből egyetemre, egyetemről gyakorlatra elvittek, most meg én döntöttem először úgy, hogy jó, akkor váltok egyet az életemben. Prózai oka van, egyszerűen azt éreztem, hogy 27 évesen nem lehet a mindennapjaim része a rutin. Tehát, hogy pontosan tudom, hogy mi fog velem napról napra történni. Pont most beszéltem arról, hogy mennyire rossz ez, hogy nem tudom, hogy mi történik, de egy másik aspektusból szemlélve, szakmai szempontból, azt éreztem, hogy ez nem történhet meg. És arra gondoltam, mint egy olyan szerelemben, amiben már tudja az ember, hogy ennek vége van, de azért nem tudunk külön költözni, mert még közösen fizetjük az albérletet, hogy legyen, mikor legyen, és akkor szépen az a szép szerelem, aminek egyszer lehetett volna normális hangnemben véget vetni, az elkezd így eldurvulni. És én ezt nem akartam megvárni, én mielőtt megromlott volna a kapcsolat az én keserűségemből, de a Vígszínház erről semmit nem tett, ő diktálta azt az iramot, ami a Vígszínház sajátja, ami én azt éreztem, hogy kicsit az a tűz, ami bennem van, az úgy csillapodni kezdett. De szerencsére, mivel időben léptem, ezért teljesen egészséges körülmények között tudtunk elválni, és játszom továbbra is a Vígszínházi szerepeimet. Ez a mai slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, velem szemben a stúdióban továbbra is Ember Márk, színész, énekes, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Ember Márk, színész és énekes. Az elmúlt fél órában nagyon sok mindenről beszéltünk, többek között arról, hogy a karantén időszakot tetti, hogy éltétek meg a kedves pároddal, voltak különböző napirendi pontok, amiket végrehajtottatok naponta, mármint hogy szabályok szerint próbáltátok megélni a különböző napokat, délelőtt vagy reggel edzés, aztán közös főzés, aztán én idő, stb. Részt vettél különböző kampányokban, beszéltünk
beszéltünk arról, hogy voltál Slamasztikában egyszer pár évig, így hívták az első együttesedet, talán a gimnáziumi együttesedet. Beszéltünk arról, hogy elsőre bekerültél a Színház és Filmművészeti Egyetemre, majd arról is, hogy sokáig a Víg Színházban töltötted a kis napjaidat, aztán idén pedig átszerződtél a Thália Színházba. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy egyébként a te életed ugye újabban, mármint hogyha a zeneiségét veszük, akkor szólóénekesként megy tovább. Született egy karanténdal is, ha minden igaz, amit te megírtál, és azóta pedig már jöttek ki újabb dalok a kezeid közül, vagy a kezeid alól. Amikor dalszerzés van, vagy dalkészítés van, az ember márknál hogy történik? Hát nekem a zene, meg a dalírás az én saját terápiám. Tehát, hogy hamar észrevettem, hogy a gimis, kamaszkori, nem tudom, kérdéseimet, vagy görcseimet, azokat nagyon jól tudom kiadni magamból a dalaim formájában. És utána ez így is maradt. Tehát, hogy akkor ülök le zenélni, meg dalt írni, hogyha van valami bennem. Ilyen szempontból ez nagy mázli, hogy nem ezzel kell foglalkozni, tehát hogy nem ezzel keresem a kenyerem. Nem azért kell zenét csinálnom, hogy ki tudjam fizetni a rezsit, hanem azért csinálok zenét, mert valami természetesen jön. És az meg, hogyha erre kíváncsiak az emberek, az meg egy hatalmas nagy öröm. Hogy történik, tehát hogy technikailag hogy történik a dalszerzés? Vannak különböző dallamok a fejedben, és akkor azt gyúrod százasra, vagy szövegek vannak a fejedben, vagy a kettő együtt jelenik meg? Semmi nincs bennem. nagyon sok érzés kavarok bennem, és leülök a hangszerhez, és nagyon furcsa hangokat adok ki magamból. És ezekből egyszer aztán valami dallam lesz. Eddig szerencsém volt, mert összeállt valamivé. És akkor egyszer csak arra úgy természetesen jönnek maguktól a szavak, és egyszer csak úgy lesz értelmük jobb esetben, néha nem. Olyan szempontból szerencsétlen vagyok, hogy sokkal jobb zene szól a fejemben, mint amilyet le tudok játszani. De hát ilyenkor szokott az ember még egy kicsit bingizni vele egy-két hetet, és akkor utána olyanná válik, mint ami a fejében szól. Nem, az én fejemben olyan zene szól, hogy 10 évig kéne zenét tanulnom ahhoz, hogy én azt le tudjam játszani. Segítséget, külső segítséget veszel igénybe? Tehát, hogy van valaki, aki legalább annyira ért a zenéhez, vagy kicsit jobban, mint te, és akkor segít neked? Dal specifikus. Vannak olyan dalok, ahol meg tudom azt a lehető legjobb formáját mutatni a saját képességeimmel, amit gondolok róla, és vannak olyanok, ahol tudom, hogy én kicsi vagy kevés vagyok, akkor felhívom Furák Peti barátomat, a Follow the Flow-nak a billentyűse, onnan ismerhetik az emberek, és nagyon sok színházi zene is hozzá köthető. Én bele a Víg Színházban találkoztam, többek között őt is a Víg Színháznak köszönhetem, vagy ezt a barátságot, aki egy csodálatos zenész, és az ő segítségét kérem abban, hogy segítsen neked. Százasra pofozni a dalt. Most a tovább, ami nagyon, nagyon népszerű tőled talán, fogalmazzunk így. Volt top sláger. És akkor ez azt jelenti, hogy akkor tovább kell menni mondjuk a Víg Színházból a Thaliába, vagy hogyha egy kapcsolat nem működik, akkor tovább kell menni egy másikba? Hát aki annál rosszabbat nagyon nem szeretek, mint amikor el kell magyaráznom, hogy miről szól a dalom, vagy hogy én mire gondolok. Hát ha valakinek az, akkor az. Ha valakinek más, akkor más. Ha valakinek nem tudom, erőt ad az, és egy adott helyzetben gondol arra, hogy de akkor is tovább, bármilyen nehéz is, akkor az. Szerencsére nagyon sok értelmezést és nagyon sok kedves üzenetet kapok emberektől, hogy nekik mit jelent. És akkor vagyok a legboldogabb, hogyha olyan értelmezések jönnek, ami nekem eszembe se jutott, hogy erről is szólhat. Olyankor, amikor dalszerzés van, akkor te már pontosan tudod az elején, hogy mit szeretnél kifejezni azzal a dallal, vagy megszületik hozzá a szöveg, és akkor egyszer majd csak utána ráhúzol egy akármilyen tartalmi töltetet. Fú, már csak ilyen komplex ember lennék, hogy ilyen dolgok legyenek a fejemben. Vagyis, hogyha megszületik a dal, akkor az olyan lesz. Sőt, azt nem szeretem, amikor így belemagyarázunk egy dalba valamit, hogy figyelj, ez amúgy arról szól, hogy pedig köze nincs hozzá, csak úgy valami hablaty lett, nem? Olyan viszont gyakran előfordult velem, hogy volt egy dal, és nem tudom, szólt egy
most nem akarom konkretizálni, de szólt valamiről, és egyszer csak udólag rádöbbentem, hogy basszus, én azt az élményemet írtam ki magamból, ami évekkel ezelőtt történt, és most jutottam el oda, hogy ezt fel tudtam dolgozni, és kijött egy dal formájában. Született karanténdal, volt topsláger, ez a bizonyos tovább, és akkor most van félkész dal, vagy létezik nálad olyan, hogy félkész dal, vagy hogyha... Csak félkész dal vannak. Akkor most van olyan félkézzel, amit éppen pofozgatsz, hogy akkor azzal még nem tudom, egy hónapon belül, két hónapon belül szeretnél megjelenni? Körülbelül 10-15 ilyen dal van, amire jó lenne időt keríteni, de szerencsére most erre nincs idő. Hál' Istennek, mert most lehet színházazni, most még lehet, most még este előadások vannak. Nem is tudom, 18-20 előadásom van ebben a hónapban, hál' Istennek, és most minden energiámat arra szeretném fordítani, és hogyha ne adj Isten, valamikor majd le kell állni, karantén helyzet miatt, vagy mert úgy tűnik, hogy nem lehet tovább az egészségügyi frontot tartani, csak akkor, hogyha bezárnak a közösségi terek, nagyon remélem, hogy ez nem fog megtörténni, akkor nem tudom, akkor két albumnyi dalt is ki tudnék hozni, annyi van. Beszélünk majd nem sokára a musicalről, a Puskás musicalről, amiben te is részt veszel, mint egyik főszereplő, viszont előtte még vissza kicsit a Táliához, ugye? Te nagyon sok éven keresztül estéről estére, vagy délutánról délutánra, vagy délelőtről délelőtre ugyanazon a művészbejáron mentél be. És akkor, amikor az ember átmegy egy tök másik színházba, egy tök másik kőszínházba, és egy másik ajtón kell bemennie, akkor az nem fura? Hát... De fura, az első pár napban nem ismertem nagyon kimenni az öltözömből, de ez nem a színház miatt, hanem az én egyébként a szorongó oldalam bekapcsol néha, és akkor ez történik, de én tudtam, hogy ez lesz, mert általában mindig ez van velem, hogyha új helyre kerülök, de aztán, vagy új csapatba, de szerencsére nagyon hamar feloldódtam, és nagyon, nagyon kezdett egyértelmű lenni az, hogy nekem itt most mi a feladatom, vagy hogy miért hívtak ide, hogy én melyik fogaskerék legyek ebben a gépezetben, és onnantól kezdve meg nagyon nagy biztonságban vagyok. Jó emberek vannak ott. Ez a mai slágerkult itt a 95.8 Sláger FM-en, velem szemben a stúdióban továbbra is Ember Márk, színész, énekes. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést Márkkal. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Ember Márk, színész és énekes. Az elmúlt 3/4 órában nagyon sok mindenről beszéltünk, többek között arról, hogy a karantén helyzetet hogy élted meg, többek között arról is, hogy a Víg Színházból átmentél a Táliába, meg arról is, hogy történik a dalszerzés, hogyha éppen dalszerzésről van szó, és mondtad, hogy hát félkézdalokból rengeteg van, és kézdalokból is rengeteg van. Beszéltünk arról, hogy Slamasztikának hívták az első, a gimnáziumi együttesedet, megbeszéltünk arról, hogy most már szólóban énekelsz. Arra viszont még nem beszéltünk, hogy focizni mennyire tudsz? Hát mindig engem küldtek előre, ha fel kellett rúgni valamelyik ügyes gyereket. Ez volt az én feladatom a sulis fociknál, mert nagy darab voltam. De egyéb tehetséget nem nagyon mutattam a labda iránt. Azért volt a kérdés, ugye, mert hogy megszületett a musical, a Puskás musical, amiben te is részt veszel. Te vagy benne Cibor Zoltán, ha én nem igaz. Na, valamikor a nyár folyamán kezdődtek el a próbák, hogy történt? Egyszer csak csörgött a telefonon, szia Márk, Vajk vagyok, a helyzet az, hogy mi lenne, ha leülnénk egy kávéra. Körülbelül pontosan ugyanezek hangzottak el, csak a kávé helyett azt mondta, hogy üljünk le egy Zoom beszélgetésre, mert ez még javában a karantén ideje alatt zajlott. Éppen fehér festékes volt a kezem, és nehezen vettem fel a telefont, mert mint mindenki a karanténban, mi is lefestettük a lakást. Viszont nehéz volt felvenni, de felvettem, és Szente Vajk mutatkozott be, akivel én találkoztam már többször, de dolgozni még nem dolgoztunk, és elmondta nekem, hogy lenne nyáron egy, ha lehet majd, akkor még nem tudtunk semmit, kb. Április-májusról beszélünk most, hogy neki terve van egy Puskás musical, és hogy ő nagyon, nagyon szeretné, hogyha mi most dolgoznánk együtt, és ő arra gondolt, hogy ő most egy olyan szereposztást csinálna, hogy ő nem tart első körben castingot, mert van a fejében egy ötlet, és szeretné ezt a bizalmat megelőlegezni. És ez nem tudom, ez jó, ez jól esik az embernek, amikor egy
egy sikeres rendező úgy hívja fel, hogy bár nem dolgoztunk, de castingot se tartok, és legyél te. Meg hát a karantén alatt ezért ez nagyon nagy erőt ad, hogy, hogy tudom, hogy lesz valami munka, ami majd leköti a figyelmemet, úgyhogy gyakorlatilag nem gondolkodtam én ezen sokat. Felhívott, vagy megzoomoltátok a dolgot, és akkor utána már egyből tudtad, vagy el is mondta, hogy akkor arra gondoltam, hogy nincs casting, te leszel Cibor és pont. Abszolút így, ez így történt. Akkor ott örültél nyilván, és akkor utána elkezdtek majd lazulni a szabályok, és akkor utána kaptál még egy telefonhívást, akkor már nyilván nem a Vajktól, hanem valaki mástól, hogy akkor itt meg itt, ekkor és ekkor találkozunk, olvasó próba, vagy nem tudom, lábtengó próba. Nem, szerencsére nagyon hamar elmondta, hogy nem szeretné, hogyha mi ebben úgy tennénk, mintha tudnánk focizni, ami nekem egy nagyon szimpatikus gondolat volt, hogy ne tegyünk úgy, mintha többek lennénk, ami ők tudtak focizni, őket a kivetítőn, majd látjuk is, hogy hogyan fognak focizni az aranycsapat, de mi ne tegyünk úgy, mert úgyse tudnánk annyira jól. Mert amikor felhívott, akkor mondtad neki ugyanazt a sztorit, hogy hát figyelj, középiskolában engem küldtek előre, hogy fel kell rúgni valakit, tehát hogy a focihoz ennyire értek, úgyhogy ha még mindig kellek, akkor jövök. Igen, szerintem én ezt mondtam neki, igen, de hamar letisztázta a helyzetet, hogy nem, itt most másról fogunk beszélni. Ez a darab túlmutat azon, hogy foci. Ezek emberi sorsok és emberi történetek. Éppen Puskás focizott, de hogyha Puskás sakkozott volna, nem mondjuk azt nem lehet csapatban, de hogyha Puskás hokizott volna, akkor is ez egy ugyanolyan erős történet lenne. Miről szól a sztori maga? Tehát, hogy Puskás a musicalről van szó, és Veréb Tamás játsza benne ugye a címszerepet, hogyha mindenig, aztán vagy benne Cibor Zoltán, és nagyon sokan szerepelnek még benne. Miről szól maga a sztori? Mit mutat be ez a bizonyos musical? Azon túl, hogy emberi sorsokat. Én szerintem egy csodálatos történet arról, hogy vannak tehetséges fiatalok, akik szeretnének abban működni, és azt csinálni, amihez értenek, amihez tehetséget kaptak, és jön egy hatalom, és azt mondja nekik, hogy nem, úgy fogjátok csinálni, ahogy én mondom, vagy különben nem csinálhatjátok, és azért csináljátok, amiért nekünk ezt csinálnotok kell. És ehhez képest reagál 11 fiatalember különböző módon. Megtörtént a bemutató, nyáron játszottátok párszor, és akkor most kicsit pihen a történet, de majd folytatjátok. Milyen volt egyébként együtt dolgozni Vajka? Azért vagyok zavarban, mert nagyon jó dolgokat akarok mondani, csak annyira, én mindig, amikor ilyen fiatal színészként hallgattam nagy színészeket, hogy ilyen csodálatos, meg olyan csodálatos próbafolyamat volt, akkor azt mondom, hogy persze, biztos, de nem. Csak nagybetűs szavakat tudok mondani Vajkra is erre a próbafolyamatra, mert ezerféle ember, ezer helyről a legnagyobb szakmaisággal, a legnagyobb tisztelettel egymás és az anyag felé dolgozott több hónapon keresztül, és a Vajk felkészültsége az pedig egészen elképesztő. Az a bizonyos legendás meccs benne van, a 6-3? 3. Az angol-magyar? A 6-3 az előadás egyik csúcspontja. Lejátszottátok párszor, te vagy benne Cibor, ugye a Puskás musicalről beszélünk, és akkor az van, hogy elő fogjátok venni újra. Gondolom kellenek majd felújító próbák, esetleg új emberek hozzá. Igen, feltétlenül szükséges lesz egy másodszereposztás, ami a musicaleknél egy bevett dolog, hogy másod-harmad szereposztás van. Erre nyáron szerencsére nem volt szükség, mert éppen mindenki ráért. Ezért tudott létrejönni azt, hogy azt gondolom, hogy tényleg egy All Stars team jött itt össze, a táncosokat, színészeket is egybevetve, mert most ennek a szörnyű helyzetnek egyik pozitív hozadéka volt, hogy össze tudott jönni ennyi ember, mert ráért. És ilyenkor természetesen nekünk is, és a produkció számára is fontos, hogy legyenek váltók, főleg egy ilyen bizonytalan szituációban, hogy ne adj Isten, valaki lebetegszik, vagy karanténba kerül saját hibáján kívül, akkor kell egy ember, aki jön és beugrik helyette, ezért fog a produkció most tartani egy castingot egy másod szereposztásra.
Ez azt jelenti, hogy akkor a Cibor szerepére is lesz valaki? Tehát, hogy lesz egy Cibor 2? Abszolút, lesz egy váltóm, egy remélhetőleg szuper isteni váltóm, aki, hogyha én éppen nem tudok jönni, akkor ő megmenti a helyzetet. Alapvetően egy musicalről van szó, tehát, hogy nem csak az van, hogy meg kellett tanulni a szöveget, hanem dalokat is kellett megtanulni. Hogy érezted magad? Nem, nyilván nem először állsz színpadon, ilyen minőségben, meg egyébként énekes is vagy, de amikor egy ilyen gigaprodukcióban, egy ilyen hatalmas musicalben kell részt venni, akkor az nyilván másabb, mint amikor az ember bemegy a Kőszínházba, és akkor ott eljátszik 300-600 embernek valamit. Főleg azért az én szempontomból, mert én prózai szakon végeztem, tehát én nem zenés színész vagyok. Az, hogy én énekelgetek, még énekesnek is, nem tudom, ezt a titulust így könnyű mondani, de valójában énekes sem vagyok, én eléneklem a dalaimat, de hogy nekem, tehát hogy nem sok közöm volt a zenés színházhoz. Csináltuk a Pál utcai fiúk musical, de az más, az egy zenés játék. Az nem egy ilyen nagy produkció volt, a Nagy Gatsby, de az is teljesen tök más. Ez pedig egy igazi, nagy musical, amihez nekem még nem volt szerencsém. Tehát nekem az első találkozásom volt, zavarban is voltam ott, egy csodálatos operett színházas kollégák, Szabó P. Szilveszter, Cseh Dávid Péter, Verép Tomi, Bubik Petra. Szóval, hogy a szakma nagyjai, és akkor izgultam is, hogy én is itt szólót fogok énekelni mellettük, hát hol vagyok én ezekhez a hangokhoz, meg talentumokhoz képest, volt bennem emiatt para. Meg volt a bemutató, a premier, játszottátok párszor, és akkor most előbb megint elő fogjátok majd venni, és újra lesznek előadások a Puskás musicalből, és akkor menjünk vissza a Kőszínházba, egészen pontosan a Táliába menjünk most, mert hát nyilván azok a darabok, amikben játszottál korábban a Végszínházban, azokat még játszott. Gondolom a Nagy Gatsby, a Pál utcai fiúk, stb. Csomó mindent lehetne említeni. A Táliában most van valami szövegkönyv a kezedben? Be kell ugrani valaki helyére, vagy éppen premierre készültök? Hogyne, sőt, az egészet egy nagy beugrással kezdtem, mert volt egy gyilkosság az Orient Expressen című előadás, amit ők már előző évadban elkezdtek próbálni, és ami meghiúsult a bemutató a pandémia miatt, és nekem ott abba át kellett vennem Bán Bálintól egy szerepet, aki a K2 színházhoz igazolt. Tehát rögtön egy szerepátvétel, egy beugrás. Az érdekes időszak volt, mert egyszerre próbáltuk a Puskást és a Táliában a gyilkosságot. Tehát, hogy az is egy jó sűrű időszak volt a nagy leállások után. Azt bemutattuk, szerencsére nagy sikerrel, játsszuk is. És most pedig az Illatszertárt próbáljuk Béres Attila rendezésében, Szinetár Dórival, Szervét Tibivel és még sokan másokkal. Ezt is remélhetőleg sikeresen be fogjuk tudni mutatni. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot. Én is köszönöm. Ennyi volt már a Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en Ember Márk, színész és énekessel. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Szani Rolandot hallották, viszont hallásra, viszont látásra.